Mint Molnár Krisztián, én is csinálok hóhányos videót. Nagyon vontatott mozdulatokkal csinálta. Én azért nála lelkesebb vagyok, viszont én, hogyha rajta múlna, én nem lapátolnám el a havat, mert hát minek? Tudod, úgyis elolvad majd. De hát azért testmozgás miatt meg. Tehát a mozgás miatt megcsinálom. Na, véget ért a Dakar. Ma is, na, tegnap volt, ne tégy már szét. Tegnap volt az utolsó szakasz. Itt az a helyzet, hogy elég gyér közvetítés volt, minden nap csak egy ilyen nyúlfarnyi kis 2 perces kis összefoglaló, tényleg szánalmasan szegényes összefoglaló volt róla. Pedig van külön Dakar YouTube csatorna, és meg minden, az ember azt várná, hogy tudod, valami komoly közvetítés lesz. Én mindig is hiányoltam a rendes közvetítést a Dakarról. Hát a mai világban jó, hogy régen még nem lehetett 10-15-20 éve rendeset, de hogy ma már nem lehet valamit, illetve azt is, hogy hiányolom, nem találtam olyan motorost például, aki mondjuk vloggerkedne, tehát vinne több kamerát, és a kalandjait megörökíteni. Hát jó, biztos az van, hogy tudod, kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy még videózzanak is a sok viszontagság mellett, de hát én akkor is, hogyha mondjuk mennék Dakaron, hát biztos olyan folyam végig menne a videó, meg minden. Olyan videókat csinálnék, hogy beszarás lenne. De úgy látszik, a Dakar motorosok között nincs olyan, aki ezzel foglalkozni. Szóval a Dakar. Szóval én azt vettem észre egyébként, hogy lehet, hogy ez nem új dolog, de hát én most ezt láttam, hogy nem is a motorozási tudás döntő ott, mert ott mindenki kurva jól motoriz. Motocross bajnokok, enduro bajnokok, sok kalandot megjárt vérbeli, vérprofi motorosok vannak. Ott a navigálás dönt szerintem az, hogy mely hiába vagy kurva jó motoros, hogyha eltévedsz és órák hosszú tácsorogsz, meg kavírnyászol, akkor baszhatod. Tehát ott szerintem ott a navigálási tudás dönt, mert láttam egy ilyen dokumentumfilmet a tavalyi győztesről, Toby Price-ról, és ott, amikor edzenek ezek, akkor lezajlik a motoros edzés, és egy külön edzés az, amikor leülnek egy kis asztalhoz ott a sivatagba, és írják a roadbookot, tudod, ezt a... Mi van, miért sírt? Ezt a... Ne lögdess meg! Mit szeretnél? Apád éppen videót készít. Na szóval írják ezt a roadbookot, és ott... hát ez hosszú idő ezt megcsinálni. Na mi van, mit szeretnél játszani? Szóval itt a Dakaron a navigálás a döntő, én szerintem. Jó, nem hagy ez a... Jó madár! Videót csinál. Jó madár! Jó madár! Na, ne adulj! Az anyád, úristen! Hallani.
Ilyenkor mindennek más a hangja, ilyen tompább a hangja, amikor leesik a hó. Tök jó, ilyen más akusztikája lesz a térnek. Olyan, mint egy süket szoba. Milyen békés, nyugalmas. Most aztán lehet csinálni nyugis videót, mi? Jó kis hólapátolás meg hóemberépítés után. Lenyugodva. Patak mellett. Milyen jó kis nyugalmas videót lehet csinálni, mi? Nem úgy, mint más videósok, amik hadarnak, mint akik hadarnak, mint az állat, és még a hadarás közti lélegzetvétel szünetet is kivágja a csávóat. Tudom, hogy ez egy metódus, vagy egyfajta stílus, igen, hát egy gyorsított stílus, és jó magam is nézek, amikor olyan hangulatban vagyok, olyan videóst, aki tudod, hadar, mint az állat, és még a lélegzetvételt is kivágja. De őt azért nézem, mert a képminőség miatt, mert a legdurvább felszereléssel dolgozik, vagy hát legalábbis így a hát a fél profi, profiba hajló felszereléssel dolgozik. És a kép minőség az tényleg lélegzet elállítóan kurva jó, azért nézem. Őt is meg más számomra irritáló videóst, ahogy az előző videómban is mondtam, azért nézem, mert a kép minőség miatt, hogy milyen komoly szinten tart már a technika, hogy ugye, mit tudom, még 10 éve is, pláne 15 éve jöttek be a telefonokba ezek a ugye kamerák, vagy hát fotómasinériák, és akkor még így lehetett rá legyinteni, hogy hú, kis szar, ekkora objektív, hát milyen fos képet csinált. Valóban akkor még 10 éve is még kurva szar fotó volt, meg videó, amit csináltak, azok a kis telefonba épített lencsék, vagy objektívek. De ma már, 2017-ben, vagy 2018-ban, meg már egy pár éve, ugye abba az irányba fejlődött a világ, hogy ilyeneket fejlesztettek, hogy nem már nem úgy, mint a régen, hogy milyen nagy célok voltak, hogy holdutazás, meg mit tudom én, meg ilyenek, hanem most már az a fejlesztési irány, hogy a mini, tehát hogy egy telefonba beleférjen egy ilyen kibaszott jó minőségű kamera. Na, azt akarom végre kinyögni, hogy milyen durva, hogy ma már tényleg egy ekkora kis szar objektívből, egy lukból végül is, egész tűrhető, olyan minőségű képet lehet készíteni, meg videót, hogy csak nézel, hogy hú, bazd meg, ez komoly, ez minősége. Ugye már a Full HD az már alap, de már a 4K, amit nyomnak sokan. Én nem, ez tudja az én kamerám is a 4K-t már 3 éve, sőt 4 éve is tudja. De nem tudom, én nem akarok beállni a sorba. Nekem pont elég a Full HD. Szerintem az még tökéletes. Amire nekem kell, arra még tökéletes. De valóban el kell ismerjem, hogy ezek a mai mobilok, főleg hát inkább a csúcsmobilok nyilván, azok már olyan képet csinálnak, hogy öröm nézni, tehát annyira profi, és persze kiegyenlítenek, élességet állítanak, már két kamera van, beszarsz, két objektív van egymás mellett, és az egyik, tudod, ilyen a háttér életlenedésért felelős, a másik meg az arc élességéért, és akkor kettő képből összevon egy képet, és hú, az mindenféle ilyen szoftveres megoldások vannak, meg ami nagyon durva, hogy ebbe a kis objektívbe van optikai képstabilizátor. Na ez az, ami kurva nagy szó. Ezért tényleg meg kell hajolnom a fejlesztők teljesítménye előtt, hogy ilyen vékony telefonba, abban a kis vékony helyen, az meg olyan
tehát annyit fejlesztettek, hogy képesek voltak belerakni nem hogy az objektívet, aminek kurva jó képminősége van, hanem optikai képstabilizátort raktak bele, hát beszar, tényleg azt kell mondjam, hogy vagy brutális üzlet a mobilok, az okos mobilok piaca, tehát nyilván iszonyat árba vételük van, és ebből aztán tudnak fejleszteni. És hát látszik is, hogy valóban itt történtek fejlesztések. Az más kérdés, hogy az emberek mire használják, meg ugye megveszik ezeket a szuper okostelefonokat, és soha nem csinálnak vele videót, meg képet is csak csinálnak tizet. Úgyhogy igazán sok ember szerintem ki se használja a mobilja nyújtott lehetőséget, csak ilyen izé, tudod, ilyen státuszszimbólum miatt, mert hogy az a menő. De hát ez is régi sztori, szóval most nem akarok ebbe belemenni, mert még azt mondják, hogy irigy vagyok. Nem, én is vehetnék a legnagyobb csúcsmobilt, megvehetném, hogy össze tudnám rá kaparni a lóvét. De valahogy nem vonz, még mindig tudom, én meg ilyen vaskalapos, régi módi csávó vagyok. Hát ja, az vagyok, végül is elfogadom, hogy amikor megjelentek ezek a mobilok, akkor mindig néztem, hogy úristen, ezek a csávók, akik ott ülnek, és simogatják a hülye mobiljukat. Az nekem egy kibaszott sok hatás volt, amiből a mai napig nem épültem föl. És nem akarok én is olyan telefonsimogató idióta lenni, mint az emberek nagyon nagy része, 98-9%-a. Szóval ez nekem egy akkora trauma volt, hogy nem akarok, még mindig kitartok, lassan 10 éve vannak okos telefonok a világon. Vagy hát mit tudom én, körülbelül. De én még mindig kitartok. Nem, mi a fasznak, nem tudom, mert nagyon csábít, mondom, a kamerájuknak a kibaszott jó képe. Meg az, hogy hát még ez a kamera kicsi, ez a kis Ford kamera, de ezt is ugye el kell vinni, meg valamelyik zsebedbe kell lenni. Még egy, ugye a mobil az mindig nálam van az embernek, és akkor már kicsi, de mégis azért tudod, ilyen kiáll, meg ott a zsebben nem annyira jó, hogy ott van. Egy mobil meg lapos, és az már mindig nálad van, ugye? Mert még a nem okos telefonok is hát azért vannak, hogy mindig nálad legyen, hogy tudjál telefonálni. Tehát akkor, vagy a telefon az amúgy is mindig nálam lenne. És benne egy ilyen full HD és kurva jó kamera, azért az nagyon jó volna, hogyha lenne nálam. Tehát ebből a szempontból nagyon csábít, és így kacérkodok is a gondolata, hogy de jó lenne azért egy ilyen. De még azért nem kapkodom el. Jó van. Mégis. Majd ha úgy alakul. Jó van, megyek tovább. Mert.